Még nem csináltunk ki. Így nézzük. Nem csak klubtársak, de igaz barátok is. Bár még csak most lettek a Diós György átfutói, Bacsa Fanni és Tóth Anna már 6 éve elválaszthatatlanok egymástól. Eleinte Anna kisebb volt, szóval így nem nagyon szóltunk egymáshoz. Aztán pont egy pesti verseny után nagyon jóba lettünk, és onnantól kezdve Anna is már nagyon ügyes volt, és ő is nagyon jött fel, és már együtt jártunk edzőtáborokba, ilyen válogatott összetartásokra. És onnantól kezdve itt edzésen is, meg versenyen is mindig tudjuk húzni egymást. Nem tudom, te ezt hogy látod? Hát egyértelműen. Hát mikor én ide kerültem, ugye Fanni 2 évvel idősebb volt. Igazából én úgy jöttem ide, mint akinek hát van köze az atlétikához, de azért nagyon sokat kellett tanulni. És én igazából mindent, amit tudok, azt Fannitól tanultam, és azóta is ez így van, mert én mindig felnéztem Fannira, úgyhogy, és most is felnézek, csak... Csönes, én is Annára. Csak így emiatt én nem tudok Fannira ellenfélként sem tekinteni, mert én mindig úgy istenítettem Fannit kicsikorom óta, hogy valahogy nekem Fanni nem az ellenfél, hanem inkább a példakép, úgyhogy én ezt így tudom inkább elmondani. Ugyanaz egészséges versenyszellem megvan köztük, de a futamok során is egymást erősítik és hajtják. Nem szoktuk amúgy annyira görcsösre venni a versenyek előtti melegítést, ugyanúgy beszélgetünk, röhögcsélünk. Jó, nyilván egy kicsit más a helyzet, mint edzésen, mert azért mégiscsak verseny van, de nagyon jó hatással vagyunk egymásra verseny előtt is, meg hát így edzés közben is. A rajt előtt mindig oda megyünk egymáshoz egy puszira, vagy egy pacsira, hogy biztassuk egymást. De természetesen egy hosszabb versenyhétvége, vagy akár egy edzőtábor alatt is elválaszthatatlanok. Egy héten keresztül voltunk Nyíregyházán, egy edzőtáborban. Hát ott a fáradtság miatt már volt egy ilyen holdpont, ahol 5 nap után nehezen viseltük el egymást, de... Igazából nem is egymást, hanem szerintem így azért, amikor fejben ott kell lenni egy hétig, meg testben, lélekben, akkor egy idő után elfárad az ember. De általában amúgy nagyon hasonló a személyiségünk, meg a napi rutinunk is, szinte mindenünk amúgy, mint hogyha testvérek lennénk. Úgyhogy amikor így egy szobába kerülünk amúgy, így egyáltalán nem is érezzük azt, hogy az egyikünk az esetleg más csinálna, vagy máshoz lenne kedve, hanem ugyanahhoz van mindig kedvünk, hogyha egy 2 órán át nem szólunk egymáshoz, akkor az nem egy olyan kellemetlen csend, hanem egy teljesen megszokott és normális nálunk. Így tehát jól megférnek egymás mellett, hogyha egy szobába kerülnek. Mindketten rendetlenek vagyunk, nem, nincs olyan, hogy én rendmániás vagyok, és akkor Fanni meg nem, mind a ketten. Pakolni vagy ilyesmi. Mind a ketten ugyanolyanok vagyunk, mint az a kajálásoknál, mind a reggelinél, a keléseknél, a fekvéseknél, úgyhogy amúgy ilyen probléma. Nem viseljük az ilyeneket. Ezeket nagyon mind a ketten. Úgyhogy nincs így problémánk egymással, mikor így együtt lakunk. Reggel megszól az ébresztő, na hát ott ezért nem tudjuk eldönteni, melyikünk nyomja ki az ébresztőt. De mindketten visszaalszunk. Hát inkább te nyomod ki. Vigyázz! A két fiatal gátfutó az elmúlt években szép eredményeket ért el. Tóth Anna például tavaly 20-as világbajnoki bronzérmes lett 100 méteren. Hát ez a döntő egy eléggé egy nem minden nap, egy váratlan futás volt. Ugye a nagy esélyes svájci lánya, Kambudzsi az elesett a táv közepénél ugye a gátba. Hát onnantól kezdve már minden történt abban a futamban, de szerencsére fejben össze voltam így szedve, vagy így összeszedtem magam, és talán ez emiatt sikerült harmadiknak lennem. Azóta sem fogtam fel, hogy harmadik lettem a világbajnokságon, sokszor még így meg is ijedek a gondolattól, hogy nekem ez sikerült. Bacsa Fanni többek között ifi olimpián és utánpótlás EB-n is indult, de az elmúlt pár év nem sikerült jól neki. Viszont kezd újra magára találni, amit a február 13-ai nyíregyházi versenyen elért 60 gátas egyéni csúcsa is bizonyít.
Talán pont 2 éve ilyenkor, vagy lehet, hogy volt ez már 3 is, igen, 3 éve volt, hogy utoljára futottam egyéni csúcsot egy fedett pályás szezonban, és hál' Istennek ez megtört, szóval megtettem az első lépést. Mindig is az volt, mikor Annával edzettünk, hogy ő fejlődött, én pedig nem, és ez nagyon jó volt látni, mert volt egy motivációm így Anna szemében, hogy ő milyen kitartó, hogy milyen céltudatos, és hál' Istennek példaképként tudok most már én is tekinteni, és ez mindig is így volt. De az a bizonyos nyíregyházi verseny Anna számára is emlékezetes volt, hiszen a 60 gáton elért 8-22-es idejével megdöntötte Sorok Klaudia U20-as országos csúcsát. A hétvégi versenyen volt egy nagyon jó ellenfelem, aki nagyon jól tudott húzni az első 2 gáton, és szerintem ő nagyon kellett ehhez, hogy ez sikerüljön. Hát mikor megláttam az órát, akkor nagyon meglepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy 500-at is sikerül lefaragni a U20-as csúcsból, de én nagyon meglepődtem, meg nagyon örültem neki, hogy sikerült.